22 diáknak tűzték fel a szallagot az alsóbb tagozatos társaik a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola végzős osztályában. Az ünnepségre a település művelődési házában került sor, ahol a tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat az intézmény igazgatója köszöntötte. Szerencsére csak a pandémia világjárvány alatt kellett ettől eltekinteni. 2020. január 24-én volt utoljára ilyen rendezvényünk, úgyhogy mindenki fokozott izgalommal készülődik rá. 3 év kihagyás után tudjuk megrendezni teljesen nyitottan a szülők, nagyszülők, pedagógusok és meghívott vendégek részvételével. Mindenki örül ennek. A 2022-23-as tanév végzős diákjainak középiskolai tanulmányai nem indultak egyszerűen, hiszen másfél évig digitális oktatás keretében kellett elsajátítaniuk a tananyagot. Ennek ellenére egy jó osztályközösség formálódott belőlük öntudatos véleményüket vállaló fiatalokkal, mondta az osztályfőnök. Nagyon sokat készültek rá a gyerekek, a táncot, az angol keringőt, ami a fő attrakció lesz, már hónapok óta próbálják. És hát nagyon nosztalgikus érzés tényleg, így a 4 év felelevenedik, hogy mi történt, milyen sok mindenen mentünk keresztül, és hogy nagyon vártuk ezt a napot. Az eseményre az alsóbb tagozatos diákok készültek ünnepi műsorral, amit a szalagok feltűzése után a végzősök angol keringője zárt.